Napot kívánok! Még egy kicsit várok, jó? Hát, ha még páran csatlakoznak, egyelőre úgy látom, hogy itt van Marian, Ávó Gyuláné és Ágnes. Most már van egy Zsuzsannánk is. Ó, én üdvözlöm, Balázs! Köszönöm szépen, hogy itt vannak velem. El is kezdeném, jó? Mai prezentációnkat, és hogyha van még valaki, aki később csatlakozik, akkor az szerintem nem ott nem fog neki problémát okozni, hogy útközben bekapcsolódjam. Magamról pár szót mondanék, mert szerintem még nem ismerjük egymást. Én Verecki Vivien vagyok, az Elsevier-nél egy éve kezdtem, mint közép- és kelet-európai ügyfélkapcsolati munkatárs. A feladatom tulajdonképpen az, hogy 14 országban látom el az ügyfelek ügyes bajos dolgait, segítek nekik, hogyha valami probléma adódna az Elsevier szolgáltatásukkal kapcsolatban, illetve képzéseket tartok annak érdekében, hogy minél szélesebb körben, ha már előfizetnek ezekre a szolgáltatásokra, akkor megismerjék a használatukat. Ugye ma a Scopusról lesz szó, és nem tudom, itt sajnos úgy van felállítva ez a zoomos rendszer, hogy nem látjuk egymást, meg nem tudunk beszélni, ilyet én tudok beszélni, önök pedig nem. Viszont van itt alul ez a Q&A, tehát Q and A ikon, amire hogyha rákattintanak, akkor tudnak velem kommunikálni. Jó? Tehát hogyha valami, még nem vagyok hallható, valami gond van az audióval, vagy esetleg nem azt látják a képernyőn, amit én, akkor nyugodtan írjanak rám, jó? Vagy jelezzék ezen a Q&A-n. Elnézést, kezdődik az allergia szezon. Jó, én megosztom most a képernyőmet, mert hoztam néhány szlájdot, és... Na, pont nem ezt akart, nem ezzel kezdek, oké, ezzel kezdünk. Na, tehát csináltam néhány ilyen szép kis szlájdot, hogy bevezetés a Scopusba. Első körben szeretném megkérdezni, hogy nem lenne gond, hogyha ha csak erre a webinár idejére is, de tegeződhetnénk, illetve hát én tegezhetnélek-e titeket, vagy ha valakinek probléma, akkor írja meg nyugodtan, nem sértődöm meg, csak nekem sokkal egyszerűbb így tegező viszonyban kommunikálni. Jó, ha nem írtok, akkor úgy veszem, hogy tegeződhetünk. Köszönöm szépen. Jó, valaki szólt. Természetesen eltegező. Jó, köszönöm szépen. Oké, tehát néhány ilyen házi szabály, hogy a webinárokról mi felvételt készítünk, azért, hogy a végén meg tudjuk osztani a regisztrált e-mail címekkel, illetve hát veletek, ugye, mivel részt vettetek rajta, és ha esetleg valaki mondjuk beregisztrált, de nem tudta eljönni, akkor annak megvan az e-mail cím, és neki is el tudjuk küldeni a felvételt, meg tudja később tekinteni. Oké. Okay. Hogyha valami kérdésetek van, akkor így akár közben is lehet hát beleszólni, nem tudok beleszólni, de tudtok nekem a Q&A-be ilyen kérdéseket feltenni. Egyébként meg majd meg fogom osztani az e-mail címemet a végén, és akkor, hogyha későbbiekben felmerülnek kérdésetek, vagy bármi, amivel meg szeretnétek keresni, akkor nyugodtan jó e-mailben tudunk értekezni. Oké. Ami még fontos, hogy nem tudom, hogy mennyire fontos számotokra, de tudunk egy ilyen oklevelet adni, amikor elvégzitek ezt a webinárt, illetve hát minden webinár után jár egy ilyen oklevél. Az Elsevier-nek van egy Researcher Academy nevű hát ilyen mindenféle információkkal tele tűzdelt lerakata, ahol ezek a webinárok megtekinthetők később, illetve letölthetők itt az oklevelek. Jó, ennek a linkjét majd szintén a végén meg fogom osztani veletek.
És akkor nézzük, hogy miről lesz a mai, hát nagyjából egy órában szó, de megpróbálom azért kevesebbre sűríteni. Fogok néhány alapdolgot említeni a Scopusról. Esetleg megírnátok ide a Q&A-be, hogyha már ismeritek valamennyire a Scopust. Nem tudom, hogy ki milyen szinten, esetleg már használtátok, vagy teljesen újjá. De csak érdekelne, hogy majd, ha már mindenki valamennyire ismeri, akkor lehet, hogy ilyen nagyon-nagyon alapdolgokat nem mondanék el, de ha nem, akkor viszont ott kell kezdenünk, jó? Csak ezért kérdezem. Oké, tehát beszélek pár szót a Scopusról, említést teszek róla, hogy mire tudom használni, ugyanis hát majd erről is mesélek, de mindenki másra használja. Egy kutató másra használja, egy hallgató másra használja, és ti, mint könyvtárosok, szintén másfajta irányból fogjátok megközelíteni a használatát. Ami viszont mindenkinek fontos, és egyöntetően szükség lesz rá, a keresés. Jó? Tehát megtanulunk keresni benne hatékonyan. Betekintünk a szerzői profilokba. Ezek azért fontosak, mert a legtöbb intézményben a könyvtárosnak a feladata, igen, a szerzői profiloknak az intézése. Úgyhogy ez jobb, hogyha átvesszük. A Matrix, tehát ilyen mutatók, arról is majd szót ejtek. Nem megyek bele tüzetesen, mert ez már egy másik webinárnak a témája lesz, jó? Csak épp, hogy említést teszek róluk. Megosztok néhány hasznos ötletet veletek, hogy hogyan tudjuk, mire tudjuk a Scopus használni, mire kattintsunk, hogy gyorsan kapjunk információt, illetve a végén, hogyha még bírjátok, akkor megmutatom a linket az oklevél letöltéséhez, illetve hogy hogyan juttok el bizonyos forrásokhoz még a Scopus-t érintően. Oké. Okay. Itt az elején meg szeretném említeni, mielőtt belecsapunk a levesbe, hogy tehát indítunk minden évben többször is okleveles képzést könyvtárosok részére. Ez a képzés egyébként 6 modulból áll, amint itt látjátok. Tehát ez a 6 modul, ez a topical search, ugye hogyan kell keresni, author identity, tehát a szerzőknek a szerzői profilokkal kapcsolatos dolgok, a mutatók, metrics, az API, APIC, akkor az institutions, tehát maguk az intézményi profiloknak a szerkesztése, illetve a user outreach, tehát hogy hogyan találunk mondjuk együttműködő partnereket a Scopuson keresztül. Jó, mind a 6 egyébként rendkívül hasznos, és fogjátok is használni kisebb-nagyobb értékben őket a könyvtárban. Jó, ezek az elsajátítható képességek, ugye ezt mind meg fogjátok tanulni. És a kurzus az 6-szor, tehát 6 héten keresztül megy, minden héten egy kurzust kell megcsinálni, de saját időbeosztással megy, úgyhogy elég kényelmes. Kaptok ilyen videotutoriálokat, meg gyakorlatokat, és quiz kérdésekre kell válaszolni, és a végén van egy ilyen utolsó quiz, amit hát 80%-ot el kell érni, de nem nehéz. Jó, de azért 80%-ot produkálni kell az, hogy a végén megkapjátok a képzettséget. Jó, hogyha valakit érdekel, akkor írja nekem e-mailben, és akkor megnézzük, hogy melyik csoportba lehet bekapcsolódni. Na hát akkor beszéljünk a Scopusról. Tehát ugye a Scopus az egy olyan adatbázis, ahol ha csak nem Elsevier a kiadó, akkor nem teljes dokumentumokat találtok benne, hanem absztraktokat. Tehát ez egy lektorált szakirodalom adatbázis, ahol absztraktokat és hivatkozásokat fogtok találni. Mire lehet használni? Nyomon tudtok követni egy csomó kutatási trendet, elemzéseket tudtok belőle levonni,
és megjeleníteni. Jó, csak néhány adat, ezt nem tudtam lefordítani, mert nem szerkeszthető, de gyorsan mondom, hogy 87 millió, sőt már 90-nél tartunk, 90 millió hivatkozás, absztrakt található benne, de ebbe persze beletartozik az is, hogy egy konferencia, papírok és a többi. Author profiles, tehát szerzői profilokból több mint 17 millió van a Scopusban, és intézményi profilokból pedig több mint 94 ezer. Nem csak az Elsevier, hanem más kiadó is indexelve van a Scopusban, tehát az Elsevieren kívül még vagy 7 ezer más kiadónak a folyóiratait is indexeli a Scopus. Jó, sok minden lehet használni, de attól is függ, hogy most milyen tartalmat nézünk. Ugye itt van egy csomó adat, ezzel most nem megyek mindenem végig, meg tök fölösleges, amúgy is majd a webinár végén megosztom a linket, ahol le tudjátok tölteni a felvételt, az oklevelet, és be fogom csatolni majd ezt a prezentációs anyagot is PDF formátumban, úgyhogy ezt később le tudjátok tölteni, és üzletesebben át tudjátok nézni, hogyha valakit érdekel. Tehát folyóiratok, konferenciapapírok, könyvek, illetve szabadalmak vannak nem kis számban megjelenítve a Scopusban. Négy kutatási, főkutatási területet ölel fel ez az adatbázis, a fizikai tudományokat, élettudományokat, társadalomtudományokat és egészségtudományokat. Tehát ez a négy fő terület van. Ezen kívül persze ezek doménokban vannak utána csoportosítva, és amiből 27 van jelenleg, és több mint 300 kutatási terület van ezekbe besorolva. Hogyan lehet bekerülni a Scopus adatbázisba mondjuk egy folyóiratnak? Hát nagyon szigorú és kiválasztási feltételeknek kell megfelelni. Három fő lépcső, tehát három fő ilyen folyamat lépcső van a bekerüléshez. Ugye az elsőben benyújtja valaki a folyóiratát, hogy szeretné, hogy megjelenjen a Scopusba. Mondjuk ez évente átlagosan 3500 ilyen folyóirat kerül be a szerkesztőséghez, hogy szeretnék, hogyha megjelennének a Scopusban. A benyújtás után 39%-a megy csak tovább ebből a 3500-ból, tehát nem csak 39%-a választódik ki már az első körben, mert ugye megvan adva, hogy milyen kritériumoknak kell megfelelni, hogyha nem felel meg a folyóirat, akkor már vissza is adják, és általában meg is mondják, hogy miért, tehát még lehet rajta javítani, meg lehet próbálni későbbiekben is beadni. Ami átmegy aztán ezen a szűrőn, a harmadik fázisnál, ez a CSAB, ez egy az Elsevier-től teljesen független elbíráló bizottság, tehát ők a világ minden tájáról egyébként több ilyen kutató professzor jelentkezett, hogy részt vesznek ebben a lektorálási folyamatban. Tehát a világ több tájáról szakképzett ők maguk is szerzők, professzorok, akik ebben a bizottságban vannak, akik elbírálják a beérkező folyóiratokat. Jó, és akkor tehát ebből a 39%-a 46%-a kerül a szembe. Összesen 3500-ból 630 folyóirat kerül be évente átlagosan a Scopus adatbázisába. Jó, és ha már bekerült, és már ott van, akkor is évente újraértékelik ezeket a folyóiratokat. Egyrészt azért, hogy megfelelnek-e még mindig a Scopus által támasztott előfeltételeknek,
illetve azért, hogy kiderüljön, hogy ugye ez is most egy elég felkapott téma, ez a parazita folyóiratok, hogy nem mente át a tevékenysége parazita folyóiratnak tekintendő tevékenységre. Oké, keresés a Scopusban. Igen, tehát mivel ez egy hatalmas adatbázis, és rengeteg adat van benne, hogyha valamire konkrétan szeretnénk rátalálni, akkor nincs könnyű dolgunk első ránézésre, de amúgy meg könnyű, mert hát kétfajta képen lehet keresni. De most ezt abba hagyom ennek a vetítését, és én átmegyek inkább ide a Scopusba, jó? Tehát, hogy az ember beírja, hogy scopus.com, akkor már ott is van ennél a platformnál, felületnél, és az első dolog, ami feljön, az mindig ez a keresőmotor. Ez az egyszerű keresést biztosítja. A Scopusban van egyszerű, illetve összetett keresés. Egyszerű kereséssel alap, tehát defaultra van állítva ez az article title, abstract és keywords, hogy erre keressünk. Tehát a folyóirat nevére, vagy a cikknek a nevére, az abstraktnak a nevére, vagy esetleg kulcsszavakat tudunk megadni. És akkor dokumentumot keresek. Kereshetek szerzőre is, kereshetek akár ISSN számra, illetve minden másra, amit a legördülő menüben feljön. Viszont ha szerzőt szeretnék megtalálni, akkor szerintem alkalmasabb erre ez a kereső, tehát átugrom ide, hogy authors, és akkor meg tudom, vagy az Orchid ID szerint, hogyha van neki, vagy pedig a szerző neve szerint tudok keresni. Az Orchid ID egyébként azért nagyon fontos lenne, hogy legyen minden szerzőnek, mert ez egy teljesen egyedi azonosító szám, olyan, mint mondjuk az adószámunk, tehát ha mondjuk két Kovács István szerzőnk van, ami ugye azért még eléggé hát egy ilyen elterjedt név, biztos, hogy több Kovács István fog találni, hogyha keresek. Ezért jobb, hogyha mondjuk mindkét Kovács Istvánnak van egy külön Orchid ID-ja, és akkor az alapján már egyszerűbb megtalálni. De én úgy tudom, hogy Magyarországon egyelőre csak az ELTE-n kötelező a szerzőknek az Orchid ID létrehozása. Oké. Ezt most kihagynám, annyira nem akarok erről beszélni, még egyébként is pilot projekt, de ha rámegyünk az affiliationsre, akkor ugye itt intézményre tudok keresni. Tehát például ugye rá tudok keresni a Pázmány Péter Egyetemre, és akkor feljön az egyetem, de ez egy külön webinárnak a témája, ez az affiliation profiles, ezért most nem megyek nagyon bele, de itt tudjátok megnézni magát az egyetemet, milyen néven szerepel, milyen más néveken szerepelhet, és csak hogy értsük, hogy hogyan épül fel a Scopus adatbázis, nagyon fontos elmondani, hogy azért van egy intézményhez általában sokkal több, mint egy alternatív névforma, nem azért, mert az Elsevier ezt találta jónak, vagy kitalált ilyen alternatív nemeket, hanem azért, mert a szerzők, tehát maguk, akik publikálnak, a professzorok, a vendégprofesszorok, a kutatók az egyetemen, ők adják meg ezeket a neveket, amikor egy cikket beadnak valamelyik folyóirathoz. És a folyóiraton keresztül így kerül, ezen az álneveken kerül be a Scopus adatbázisba. Aztán a Scopus egy ilyen nagyon bonyolult algoritmussal, de ezeket így összeköti az eredeti egyetem nevével, és akkor minden publikáció, ami esetleg a Pázmány Péter Catholic University néven szerepel, vagy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem néven szerepel, mindegyik egy helyre fog beregisztrálódni, és ennek az egy
egyetemnek fogja a statisztikáit aztán bővíteni. Oké. Azt meg tudjuk itt nézni, hogy ugye az egyetemnek ennyi hozzáfűzött dokumentum van a Scopusban, tehát a Scopusban meglelhető folyóiratokban ennyi dokumentumot publikáltak a Pázmány Péter valamelyik neve alatt a szerzők. Összesen 797 szerző publikált már az egyetem neve alatt. Ez nem azt jelenti, hogy ők mind ott dolgoznak, csak azt jelenti, hogy azt a bizonyos cikket, ami szerepel az adatbázisban, azt ők ehhez az egyetemhez csatolták. Oké? Okay? Itt meg tudjuk nézni, hogy subject area-ként, tehát kutatási területenként hány dokumentum szerepel, és rá is tudunk kattintani, de most nem fogok nyilván mindenbe belemenni, csak gyorsan elmagyarázom. Jó, és akkor ez ugyanaz csak ilyen pie chart szerint jelenik meg itt. Ezek tovább kattinthatók természetesen, tehát itt minden tovább kattintható, megnézhető. Ugye az alapbeállítás szerint a nem kutatási területek alapján van itt sorrendben rakva, hanem hogy egy kutatási területnek mennyi dokumentuma van, tehát egy dokumentum, mely kutatási területhez csatlakozik, és akkor annak a száma szerint van sorrendben rakva, de ezt meg is cserélhetjük úgy, hogyha egy kutatási területet keresek, és gyorsan meg kell találnom, akkor itt átállítom, hogy ábízás sorrendben írja ezt nekem ki. Jó. Jó, ebben most nem megyek bele, tehát ennyit inkább jó a intézményi profilokról első körben. Tehát menjünk vissza a dokumentumhoz, jó? Én most mondjuk szeretnék keresni, hát akkor keresünk stílusosan arra, hogy theology, tehát teológia. Kereshetek magyarul is egyébként, mert vannak fenn magyar nyelvű folyóiratok, cikkek, tehát csak nyilván nem lesz annyi találat, mint hogyha angolul írjátok. De ha angolul felkeresek arra, hogy teológia, theology, akkor kapok 43.288 találatot. Nyilván, hogyha mondjuk egy forrásmunkához keresek, vagy egy kutatómunkához keresek forrásokat, akkor ez nekem még nagyon sok, tehát amit tudok csinálni, két dolog. Vagy elkezdem használni a szűrőket a bal oldalon, és akkor itt tudok már, tudom csökkenteni a találatok számát, az szerint, hogy mondjuk csak Open Access dokumentumokat akarok megnézni, vagy csak Gold, Hybrid Gold, stb. Tehát ugye ezek különböző elérhetőségű forrású becsoportosítások. Én egyébként azért nem szűrnék Open Access szűrőkkel, mert ugye az intézményetek az már előfizet a konzorciumon keresztül. Tehát van egy előfizetésetek, ami nagyon sok folyóiratot lefed. Tehát felesleges erre külön rá szűrni, mert inkább használjuk ki a lehetőséget már az előfizetésnek. Amire rá lehet szűrni viszont, az a publikációs év. Tehát mondjuk leszűröm csak az elmúlt két évre, és akkor már is kevesebb találatom lesz. A 43.000 helyett lesz mondjuk 5.000 majdnem. De még ezen belül is aztán tudok szűrni mondjuk a szerző nevére, vagy a kutatási területre. Jó, én most mondjuk csak, ugye hát Pázmány Péter Arts and Humanities főképpen, aztán dokumenttípus, ugye cikkre keresek, vagy könyvfejezetre, ismertetőre, magára könyvre, mondjuk keresünk csak könyvre, meg cikkre. És akkor ugye a forrás címe, hogy áll a publikáció, már publikálva van egy folyóiratban, vagy még csak
in press, tehát még belett adva, de még nem jelent meg folyóiratba, ezeket is a Scopus egyébként befogadja, csak hogy majd nem számítanak bele a metrixekbe, a mutatókba. Kulcsszavakra is tudok nézni, mondjuk leszük itt nem csak theology and religion, affiliation, tehát hogy melyik... Igen, ez érdekes, tehát itt megnéztem, hogy még esetleg melyik egy bizonyos cikk a pázványon kívül még milyen más egyetemmel hozható összefüggésben, ugye ezt megint csak a publikáció adja meg. Esetleg egy bizonyos kutatásnak a publikációja, tehát egy kutatási dokumentumról van szó, szóval akkor megnézhetjük, hogy ki szponzorálta azt a kutatást, melyik országról van szó, milyen forrástípus, tehát csak folyóirat, csak könyv, és milyen nyelven. Jó, tehát most én beállítottam pár szűrőt, és akkor menjünk azokkal. Tehát itt a 43 ezer dokumentumból azért már egy jócskán leszűrtem 521 dokumentumra. Jó, és akkor amit még tudok csinálni, az az, hogy oda megyek, hogy edit. Tehát még eszembe jut, hogy oké, még valamit akarok én ezzel csinálni, akkor nem kell visszamennem a nyillal, hanem ide tudok jönni, és itt az Advanced Search-ben még tudok beleirogatni dolgokat. Hogyan működik az Advanced Search, ha már itt vagyunk? Ugye kerestem erre a cím, abstract kulcsszóra. Ez úgy jelenik meg, hogy title as key. Tehát én a sima keresőmben ugye csak beírtam, hogy theology. Ez a összetett keresőben így néz ki. Vannak olyan szavak, mint az and, az or, és a or not, csak az most itt nincs, amik a találatok számát tudják befolyásolni. Ezeket úgy hívjuk, hogy operátorok. Ide be tudok szólni, tehát hogyha rákattintok valamelyikre, akkor az hozzáad a... jó, most itt nem akarom bezavarni, tehát ezt itt most inkább kivesszük. Jó, de mondjuk visszamegyek a basic search-re. Most hagyjuk ezt az egészet, kezdjük olyan, tehát mondjuk én nem akarok az advanced search-el bajlódni, mert nem tudom, hogy miket kell beírni, meg milyen brackets, meg milyen zárójelek, meg stb., hanem itt is tudok még dolgokat csinálni. Itt ugyanazt tudom csinálni, mint az advanced-ben, csak ilyen felhasználói szinten. Tehát azt mondom, hogy keresem a theology-t, de még akarok még egy kulcsszót megadni. Mondjuk legyen az, hogy fogalmam sincs, hogy ez mit fog most nekem kiadni, de próbáljuk meg. Jó, tehát teológia római katolikus. Csak hogy ez itt két szó, ugye? Hogyha így hagyom két szónak, akkor az tök ugyanaz, mint hogyha ide írnám azt, hogy Catholic. Miért? Azért, mert hogyha nem rakom időzőjelbe ezt a kettőt, akkor két külön szónak veszi a szkópusz. De mondjuk rakjuk akkor idézőjelbe, és akkor elvileg egy kifejezésnek fogja tekinteni. Jó? És akkor, hogyha így keresek rá, akkor már csak 820 dokumentumot találok. Tehát lehet így is kezdeni egy keresést, hogy mint mondjuk egy ilyen szűrő, hogy először nagyban, és akkor sok találatom lesz, csak egy kulcsszót adok meg, de aztán szűrök, amíg végén meg nem találom azt a dokumentumot, amit keresek szűrés által. Vagy az összetett, tehát az advanced search-nek meg pont az elején, hogy pont fordítva működik, hogy nagyon specifikusan adok meg egy hosszú kulcsszó leírást,
keresőbe, és akkor már azonnal nagyon kevés találattal lesz dolgom. Oké, mit tudok csinálni akkor, hogyha azt mondom, hogy oké, engem ez a 820 dokumentum, ez így érdekel, de mondjuk még limitáljuk egy picit. Tehát mondjuk az elmúlt 2 évben ennyi dokumentum született római katolikus teológia témában. Itt van a listám. A listám tartalmazza a dokumentum címét. Megmondja, hogy ez most egy könyv, vagy éppen, ha nem írja, akkor általában folyóirat. Egyébként itt van a source, tehát hogy mi ez. A forrásnak a neve. Az, hogy ki szerezte, illetve hogy mikor lett publikálva. Itt a végén azt is látjuk, hogy hányan idézték már. Jó? Tehát ha mondjuk én egy kutatást végzek, vagy mondjuk egy dolgozatot akarok kiírni az egyetemen, akkor azt is érdemes figyelembe vennem, hogy hát már azért legyen olyan publikáció, amit mások már idéztek. Akkor ugye a default, tehát az alap beállítás az a dátumra vonatkozik, mindig a legújabbtól listázza lefelé a régebbi publikációkig. Azonban ezt meg tudom változtatni a szerző nevére, tehát szerzők szerint listázza a forrás címe szerint, vagy azt szerint, hogy hányan idézték már. Mondjuk engem az érdekel, hogy olyan keresek, amit a legtöbben idéztek. Legtöbben eddig ezt idézték, ezt a cikket, vagy mondjuk ezt. Ugye ez egy folyóirat, rögtön látom, tehát mondjuk engem ez érdekel, és akkor rápattintok. Mit tudok meg erről a folyóiratról? Milyen információt tudok lehozni? Rögtön látom, hogy ugye ez a cikk ebben a folyóiratban jelent meg, ekkor és ekkor ebben a kiadásban. Szerzők neve, egyébként tovább kattintható. Meg tudom nézni az ISSN number, tehát a számot, a DOI számot, hogy ki a kiadó, és milyen nyelven jelent meg. Jó, ezek nagyon ilyen alap adatok, de nagyon kéznél vannak, tehát rögtön itt az elején látszanak. Akkor, amit még itt meg tudok nézni, az az, hogy ami fontos, ez a citation percentile, ebben most nem megyek bele, ezek mind mutatók, és mind erről a dokumentumról árulkodnak. Ez nagyon fontos, ez a field weighted citation impact, vagy FVCI, nem tudom, magyarul is így mondjuk, vagy nem. Tehát ez a field weighted citation impact, hogyha egyébként valamit nem tudunk, vagy nem vagyunk biztosak benne, hogy mit jelent, akkor csak rá kell kattintani a kérdőjelre, és itt kapunk egy teljes magyarázatot róla. Ugye tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy dokumentumot hányan idéztek már, és ez ennek milyen hatása van, tehát hogy ez mennyire az átlaghoz képest mennyire jelentős számban idézték. De azért field weighted, tehát azért hívják így, mert hogy azt is mutatja, hogy egy bizonyos kutatási területen belül hogyan lehet összehasonlítani a többi dokumentummal. Tehát, hogy így egyszerűbben magyarázzam, mondjuk, aki a, mit tudom én, a bizonyos haltípusnak a párzási időszakát tanulmányozza, és erről ír egy kutatási cikket, ami egyébként nagyon érdekes lesz, meg rendkívül fontos. Nem biztos, hogy ugyanúgy kéne, nem biztos, hogy ugyanannyi idézetet fog kapni, mint mondjuk egy rákkutatónak a kutatási cikke. Mind a kettő fontos, csak hát valamelyik témakörben sokkal többen idéznek, mert sokkal nagyobb a látogatottsága.
megfelkapottabb téma, mint mondjuk a kalappázásának időszaka téma. Ezért nem hasonlíthatok két ilyen témát össze, szóval ezért ez a Field Weighted Citation Impact, ez a bizonyos kutatási területeket külön értékelő idézet index. Jó, a Views Count, ugye megmutatja, ezt nem akartam ide jönni, de mindegy, akkor megmutatom, hogy van egy ilyen support center, ahol ezeket a mutatókat elmagyarázza, hogy melyik mutató éppen mire, mit csinál, mit lehet belőle kihozni, mire használható. Oké, és akkor ha azt mondjuk View all metrics, tehát mindegyiket nem akarom nézni, akkor még van egy csomó más mutató, amit meg tudok nézni. Ez a Plumex metrics, ez azt mutatja meg, hogy a social médiában mennyire menő, úgymond ez a cikk, tehát hogy hányan nézik meg, hányan olvassák, hányan idézik, vagy küldik tovább másoknak, hány tweetje van, tehát ez a social médiának a metrix-e. És amit még meg tudok nézni, ugye, hogy az adott cikknek mindig, ugye mondtam, hogy a Scopus az nem hoz fel teljes szöveget, ha csak nem az Elsevier a kiadó. Mert akkor a Science Direct-re átmegy, és akkor ott meg tudom, tehát azon keresztül meg tudom nézni a teljes cikket. Mondjuk ennél azt hiszem pont így van, mert itt van, hogy full text options. Hát nem, így, tehát nem nézhetem meg, oké, ez nem az Elsevier, mert ez jön fel. Hát View at Publisher az azt jelenti, hogy át fog engem most vinni ennek a dokumentumnak a folyóiratának a kiadójához, és akkor ott esetleg majd elmondják, hogy akkor milyen feltételekkel tudom elolvasni az egész cikket. Tehát, mint mondtam, a Scopusban nem olvasunk egész cikkeket, itt az abstraktot tudom megnézni. És a kulcsszavakat. Ha megyek tovább, akkor a referenciában minden felhasznált irodalom listázva van, és hogyha megtalálható a Scopusban, akkor linkel, akkor egy ilyen hiperlinkel át is tudok rámenni. Nem mindenre, mert nem minden van fenn a Scopusban. Jó, akkor ennyit a dokumentumokról. Itt még oldalt meg tudjuk látni, hogy ugye 8 dokumentum hivatkozott erre a cikkre. Azt is láttam, hogy melyik 8 dokumentum. Oké. Ami még esetleg érdekes lehet, hogy ezt az egészet el tudom menteni PDF formátumban, ki is tudom nyomtatni, vagy el tudom menteni. Na most elmenteni dolgokat akkor tudok, hogyha be vagyok jelentkezve. Miért fontos, hogy be legyek jelentkezve? Ahhoz, hogy mondjuk ott vagytok az egyetemen, és hozzá akartok férni a Scopushoz, ahhoz nem kell, hogy be legyetek regisztrálva, mert az intézményi IP címen keresztül biztosított számotokra az összes tartalom elérése, amire az előfizetésetek szól. Azért fontos azonban regisztrálni, mert ha egyszer regisztráltok valamelyik szolgáltatásba, mondjuk a Scopusba vagy a Science Directbe, akkor csak egyszer kell regisztrálni, és ugyanazt a regisztrációt tudjátok használni a Science Directbe, a SciWellbe, a Scopusba, és így tovább. És ha már benn vagytok, és van egy regisztrációtok, egyébként rém egyszerű, csak név, e-mail cím, meg jelszót kell megadni, akkor olyan dolgokat tudtok csinálni, hogy például be tudtok állítani értesítőt. Ez főleg egyébként hallgatóknak fontos, hogyha mondjuk egy kutatást csinálnak, vagy a kutatóknak fontos, hogy mondjuk van egy témakör, és akkor akár egy szerzőhöz, akár egy témakörhöz be tudnak állítani egy ilyen értesítőt. És hogyha valami új jelenik meg abban a témakörben, vagy egy szerző újra publikál valami frisset, akkor arról a Scopus fog e-mailben egy értesítést küldeni a személynek. Jó, ez azért fontos. De akkor most menjünk vissza ide a Scopusba, és még csak azt akartam megmutatni, hogy ha mondjuk keresek egy szerzőt,
Na, ezek már jönnek fel. Na mindegy. Jó, tehát mondjuk legyen nagy. Egy nagy györgyből lesz egy csomó, vagy hát nem, egy csomó, azért nem csak egy nagy györgy lesz szerintem. Jó, tehát hogyha keresek egy szerzet, és ez a neve mondjuk valószínűleg olyan név, ami több szerzőhöz is társítható, ugye akkor fog azzal szembesülni, hogy oké, itt van 26 szerző. Amit tudok csinálni, az, hogy leszűkítem, hogy melyik egyetemen dolgozik. De ez nem mindig takarja a valóságot, ugyanis nem biztos, hogy egy szerző csak mindig ugyanaz alatt a egyetem vagy intézmény neve alatt publikál. Van úgy, hogy mondjuk társszerzőként egy másik egyetemen ne tart meg a publikációnál. Ezért ez nem mindig teljesen célra vezető ennek a szűrése. Város lehet megadni, országot lehet megadni, és akkor így tudok szűkíteni. Vagy hogyha még tudok valami mondjuk közelebbit róla, például, hogy mi a H-indexe. Ugye a H-index az nagyon fontos a kutatóknál, a szerzőknél. Ez mutatja meg, hogy hát már mennyit publikált, illetve hogy a publikációit hányan idézik. Jó, ez ennek a kettőnek a százaléka. Itt tudom megnézni, hogy mondjuk adott Nagy Györgyünk 160 publikációval rendelkezik, elég magas, tehát a 10 körüli az már magasnak számít, 11 a H-indexe, ennél a, ezt nem akartam rákattintani, mindegy, vissza tudok menni, ennél az egyetemnél van a, tehát ehhez köthető most a neve, és Budapesten, Magyarországon publikál. Még akkor is, hogyha ez az intézmény nagy valószínűséggel nem ott van. Vagy lehet, hogy ott van, csak az angol nevét adta meg. Ami még fontos, és tudom, hogy egy csomó információt próbálok itt sűrítgetni, de ezt még el szeretném mondani. Tehát amikor azt látjátok, hogy van egy szerző, és ehhez az intézményhez van éppen besorolva, mondjuk kattintsunk rá, ugye itt van a szerzői profil, tehát hogyha rákattintok egy szerző nevére, akkor följön a szerzői profilja. Azért látom azt, hogy Semmelweis Egyetem, nem biztos, nem 100%, hogy ott dolgozik. Azért jön fel ennek az egyetemnek a neve, mert a legutóbbi publikációja nál ő ezt adta meg. Tehát lehet, hogy 3 publikációval korábban nem a Semmelweis alatt publikált, de mivel a legutóbbi publikációja Semmelweis Egyetemhez fűződik, ezért ez fog itt megjelenni most. Na, ő egy okos ember, tudja, hogy gyakori neve van, ezért csinált magának egy... De nem csinált Walk-in ID-t, mert akkor látnánk a számot. Na, jó. Ez a Scopus száma egyébként. A Scopus mindenkinek ad egy ilyen... ID számot. Amit itt megtudunk az ő profiljáról rögtön, hogy összesen 4761-en idézték már a műveit, ami elég jó. 131 dokumentumot publikált már, és a H-indexe az valami eszméletlen magas, 31. Egyébként ebből én rögtön látom, hogy nagyon sokszor társszerzőkkel dolgozott. Ezt meg is tudom nézni így ilyen grafikus megjelenítéssel, hogy fejlődött a H-indexe. Hát jó, most itt picike, de nagyon rövid idő alatt. Aha, publikált. Jó. Azt tudom megnézni még, hogy milyen hányan idézték ugye ezeket a műveit.
De ha nem azt állítom, hogy 1979-től akarom látni, hanem mondjuk csak 2000-től, akkor az egy szebb grafikont fog kapni, még mindig nem. Menjünk 2000, menjünk 2010. Na, oké. Tehát nemrég kezdett publikálni egyébként, és ami nagy ugrásszerű fejlődés ment itt végbe. Tehát ez ugye a dokument, ez azt jelenti, hogy hányan idézték, ez meg ez az alsó, meg hogy hány dokumentumot produkált eddig, 36-ot. És nagyon sokan idézik, tehát valószínűleg nagyon, nagyon felkapott témában publikál. Amit meg tudok nézni, hogy kíváncsi vagyok, hogy oké, mi az a felkapott téma, amiben ő publikál, akkor rámegyek erre a grafikonra, és akkor meg tudom nézni, hogy endokrinológia az az egyik fölkapott téma, amiben publikál, illetve még agykutatás, jó, és a többi, és valami más, tehát bármi más, ami innen-onnan, nem onnan, bármilyen másfajta kutatási téma. Jó, mit tudok még megnézni? Jobban meg tudom nézni, hogy az idézetei hogy alakultak a pályájának fejlődése során. Ott a H-index, akkor ugye jól sejtettem, tehát általában olyan projekteken dolgozik, ahol ugye csoportban dolgoznak, és akkor amikor publikálnak, akkor több szerző publikál egy cikket, és ezért ezek az emberekkel, vagy hát meg lehet nézni, hogy összesen 150 társszerzővel dolgozik együtt. Jó, akkor én visszamegyek a szerzői profilhoz. Jó, és akkor még esetleg azt tudom megnézni, ugye így is oda tudok menni ezekhez a grafikonokhoz, hogy rákattintok, hogy Analyze Author Output. És akkor jönnek fel ezek a grafikonok, tehát ez nem olyan nehéz megtalálni egyébként, csak picit el van dugva, mert kisbetűvel van itt. De hát ide kell menni. A citation overview, tehát ezt már mutattam, hogy hányan idézi, és ő hányszor idéz. Ami most elkezdődött a Scopus-ban, ez az awarded grants, és mint könyvtárosok előbb-utóbb szerintem, ha nem is gondoljátok még, hogy ez a ti feladatotok, de előbb-utóbb már annyira kezd átalakulni, én úgy veszem észre a könyvtári feladatkör, hogy elkerülhetetlen, hogy a kutatókkal előbb-utóbb szoros kapcsolatban kelljen dolgozni. És sokszor ők majd, hát vannak intézmények egyébként, ahol már a kutatók direkt kérik a könyvtárosokat, hogy keressenek nekik publikációs lehetőségeket, illetve szponzorokat. Tehát ez az awarded grants, az azt mutatja, hogy egy szerzőnél esetleg jelente meg olyan kutató munka, ami szponzorálva volt. Tehát amire valaki vagy valamelyik intézmény, akár az EU Horizon projektje, vagy nem tudom én, a magyar kormány valamilyen ilyen pályázatot írt ki, és akkor abból lehetett részesülni. Oké, amit még itt lényeges, ez a topics, tehát hogy milyen témakörökben sorolhatók ezek a publikációk. Egyébként egy publikáció, ugye minden publikáció témakörhöz van sorolva, de nem a publikáció maga kerül besorolásra témakörbe, hanem a folyóirat. Tehát, ha egy dokumentumot megnézek, ugye mondjuk menjünk vissza, mondjuk ez az, amit ő... a Frontiers in Immunology című folyóiratban publikált, akkor ennek a cikknek a topikjaiba
topikjait az alapján fogják megadni, hogy ez a Frontiers in Immunology című folyóirat milyen topikokat ölel fel. Tehát magyarul, hogy milyen témakörben fogad be cikkeket publikálásra. Oké, szerintem nagyon sokat beszéltem, meg lehet, hogy egy kicsit zavaros is az egész, de ne esetek kétségbe, mert itt van ez a diavetítés, és ebben elég jól egyébként így összeraktam szerintem, de majd kérdezhettek e-mailben, ha nem egyértelmű, hogy hogyan tudtok keresni, jó, itt végigmegyek, akkor hogyan tudtok menteni, értesítést kérni, akkor összetett kereséshez hol találtok segítséget, hogyan tudjátok kielemezni a keresési találatokat, akkor ez az, amit most ugye megmutattam, idézetek, hogyan tudok az idézetekkel mit tudok kezdeni. És akkor van egy olyan szekció, ahol a szerzőknek a dolgaival ismerkedünk. Jó, itt megint pár adat a Scopusról. Ja, ami érdekes, még ezt kiemelném különösen, tehát úgy kerülnek be az adatok úgy a Scopusba, hogy a Scopus indexál folyóiratokat. Tehát egy bizonyos folyóirat, hogyha átkerül ezen a nagyon szigorú szűrőn, akkor azt mondjuk, hogy indexelve lesz a Scopusban, tehát megtalálható lesz a Scopusban. Kap egy besorolást, ugye a folyóiratok Q1-től Q4-ig lehetnek besorolva, minőségi szint szerint, illetve egy csomó matrix, tehát ilyen mutató még fog létrejönni hozzá. És akkor az így bejött publikációk szerzőkhöz, de nem csak szerzőkhöz, hanem intézményekhez is lesznek hozzárendelve. Tehát ez fontos, hogy ez a több ponthoz, tehát szerzőhöz és intézményhez köthető adattárolás teszi lehetővé, hogy lássuk, hogy ki mit keres a világ minden táján, és ki jár jelen oktatási adatok felelésében és felhasználásában. Amit szoktak még a könyvtárosoktól kérni egyébként, hogy mondjuk van egy szerző, publikál mondjuk Kis János név alatt az egyik folyóiratban, és a következő folyóirat meg csak azt kér, csak initialt kér tőle, tehát a keresztnevének csak a kezdőbetűjét. Akkor mondjuk ő aztán publikál egy másik cikket Kis Jö név alatt, és mondjuk mindkettőt különböző intézményhez köti. Tehát van egy Kis Jánosom a Semmelweis Egyetemen, meg egy Kis Jö a Pécsi Tudományi Egyetemen, de ugyanaz a személy. És akkor rájön majd a szerző egy idő után, hogy nekem megjelent két cikkem, de olyan, mint hogyha két külön szerzői profil lenne, mert hogy nem vette észre a Scopus, hogy egy és ugyanaz a személy vagyok. Ahhoz van egy nagyon egyszerű módon saját maga, egyébként maguk a szerzők tudják az adataikat, akár a dokumentumaikat, akár a személy adataikat intézgetni. Mindjárt megmutatom, hogy hol található. Ez az Author Feedback Wizard. Néha a könyvtárosokat kérik meg erre a feladatra, mert ők nagyon elfoglaltak. Úgyhogy ez lehet, hogy nektek majd egy nagyon fontos link lesz. Tehát van egy ilyenünk, hogy Author Feedback Wizard, ahol maguk a szerzők tudnak változtatást kérni. Ha ezt nem találják meg, akkor sincs semmi gond, mert hogy bemennek a Scopusba, megkeresik magukat. Jó, mondjuk megtalálja magát, és akkor rákattint a profiljára. És van egy ilyen, hogy edit profile. Jó, tehát ezt ti is tudjátok egyébként kezdeményezni, mint könyvtárosok,
vagy ő maga is tudja kezdeményezni a változtatásokat, rákattint, és akkor feljön egy olyan, hogy ez a te saját profilod, igen vagy nem, igen, ez az enyém, vagy nem, hanem valaki másnak a nevében járok el, ezek lesznek ti. És akkor folytatjuk. És akkor itt hozzá lehet dokumentumokat adni, vagy meg lehet változtatni e-mail címtől kezdve a névig mindent. Jó, hogyha mondjuk persze nyilván nem lehet csak úgy büntetlenül változtatásokat csinálni valakinek a profiljába, mert az ilyen személyes dolgoknál azért a Scopus fog kérni valami bizonyítékot. Jó, tehát itt ezeket a változtatásokat el lehet követni egyedül is, nem kell ezért segítséget kérni. Oké, és akkor visszamegyek. És mit akartam még? Akkor van ezen a dián szó ezekről a szerzői profilokról, jó metrixekről, mire tudjátok használni, és a többi preprintekről volt szó, a research metrixeket nagyjából lefettük, elmagyaráztam ezt a field-weighted citation impactet, ugye amennyire tudtam, mint magyarul. Ha valami nem egyértelmű egyébként, mindig ott van egy kis kérdője, vagy egy i betű, amivel több magyarázatot tudtok lehívni, de hogyha több információt szeretnétek, van egy Scopus információs site, van egy Scopus blog, ahol a legfrissebb újdonság, tehát az újdonságokat írják le a Scopus, van egy hírlevél, amire fel lehet iratkozni, Twitter oldal, Facebook oldal, LinkedIn-en, föl a YouTube-on, úgyhogy nagyon sok információ van. Jó, hát akkor én köszönöm szépen, úgy látom, hogy végig kísértetek itt az elmúlt egy órában. Még annyit szeretnék megmutatni nektek, hogy van egy webinár honlapunk. Most lerövidítettem ennek a linkjét ezzel a bit.ly-vel, de itt meg lehet nézni, ugye mutatom jó, hogy hol. Be van minden nekem itt. Tehát, hogyha felmentek arra a linkre, amit ugye elküldöm majd ezt a PPT-t PDF formátumban, és akkor ott meg lesz, akkor itt meg tudjátok nézni a soron lévő angol nyelvű webinárokat. Egyébként nagyon érdekesek, és nagyon sok információt tudtok megtanulni belőle. Ezt én és a kollégáim tartjuk. Legközelebbi, az úgy látom, április 18-án lesz, ez nem én leszek, már Reaxisszal nem én foglalkozom. Jó, én majd május 9-én fogok tartani webinárt angol nyelven, majd magyarul is ugyanezt, hogyha átmegyünk a magyar zászlóhoz, a Hungarianre, akkor itt a Magyar Ügyfélközpontra jutunk, ott pedig, mint látjátok, tehát május 9-én még van egy magyar nyelvű hatékony irodalom keresése a Scopus és Salinistra platformon. Tehát az pont témába vág, úgyhogy én ajánlom mindenkinek, hogy erre kattintsatok, regisztráljatok, és hogyha el tudtok jönni, akkor nagyon fog körülni. Jó, én, hát 11:30 az idő, nem tudom kinek mennyire oké, de ha csak beregisztráltok és nem jöttek el, de megvan a regisztrált e-mail cím, akkor el tudom küldeni a felvételt nektek, ahol meg tudjátok majd nézni. Jó? Oké, akkor szerintem én nagyjából belesűrítettem mindent ebbe az egy órába, ami így tényleg alap ismeret a Scopusról. Oklevelet ennél a linknél tudtok letölteni, csak meg kell adni ezt a workshop kódot hozzá, és hát, és semmi sincs ingyen, egy kérdőívet kérnék kitölteni cserébe. Tényleg maximum 2 percet vesz igénybe, és nekem óriási segítség, hogyha egy visszajelzést kapok arról, hogy mennyire volt hasznos számotokra, vagy érthető ez a webinárium. Ennél is köszönöm szépen. És hát akkor nagyon szépen köszönöm, hogy részt vettetek itt a mai napon, itt voltatok velem. Esetleg a Facebook oldalunkat nézegessétek meg, ott vannak frissülő információk, webinárokról is.
És hát, hogyha valamilyen témakörben még szeretnétek valamit megtudni, én nagyon szívesen tudunk csinálni ilyen workshopokat, akár még személyesen is fel tudok menni hozzátok, mert Veszprémben lakom, nincs messze, vagy pedig, hogyha kényelmesebb így webinár formájában, akkor nyugodtan nézzétek át esetleg ezen a webinár oldalon, hogy milyen témák vannak, és akkor tudok egyet tartani csak nektek, jó? Na, hát, oké, Anikó még kérdezett valamit, hogy az intézményi szintű kezelés adatrendezésre is van-e lehetőség? Oké, tehát az affiliation profile-ról van szó, ugye, Anikó? Erről nem én tartok webinárt, mert úgy osztjuk fel itt házon belül a dolgokat, hogy én a Science Directről csinálok minden webinárt, tehát minden témakör a Science Directen belül az hozzám tartozik. A Scopusból az alapszintű ismeretek átadása az én feladatom, viszont nálam egy sokkal képzettebb és okosabb Scopusos kolléganő van. Jó hír az, hogy ő Győrben lakik, tehát itt Magyarországon lakik, bár külföldi, de ő áll rendelkezésre, hogyha ilyen Matrix, tehát mutatókkal kapcsolatban szeretnétek képzést kapni, vagy az intézményi profilokkal kapcsolatban, jó? Zseniális hölgy, úgyhogy ő is egyébként könyvtáros volt, úgy jött át az Elsevierhez, Galinának hívják, és nagyon szívesen tart képzést. Annyi, hogy vagy angolul, vagy pedig, hogyha kérnétek magyarul, akkor én jövök, tolmácsolok, hogyha az úgy működhet nektek, jó? Oké, akkor nagyon szépen köszönöm, és írjatok nyugodtan nekem e-mailt. Várjatok, mindjárt nézem, hogy az e-mail cím az itt van-e. Aha, jó, itt van az alján, tehát ez a... Most mit csináltam? Na, itt van az alján, v.verecki@elsevier.com. Írjatok nyugodtan bármit, és hogyha valami kérdésetek van akár a mai nappal kapcsolatban, és akkor van, olyan szívesen válaszolok, jó? És hát, hogyha szükséges, akkor fel tudok hozzátok menni, és még a Galinával együtt is fel tudunk menni, és akkor tudunk tartani még ilyen képzéseket. Oké, köszönöm szépen, hát kellemes délután kívánok mindenkinek. Sziasztok!